Filú, az az igazság, hogy te évről évre megvezetsz engem. Nem tudom, tudod-e, mire gondolok? Fogalmam sincs. Hát figyelj, úgy alsó hangon most nem gondoltam bele a pontos számba, de 3 éve hallom minden télen, ilyen november-december környékén, hogy nem lesz csapatom, visszavonulok, abba hagytam, aztán valahogy mindig lesz, mint ahogy most is lett. Hát, mert mindig akad valami. Talán a Jotti után mondtam neked először, hogy már nincs kedvem ezt az egészet csinálni, mert abban az évben, ugye akkor nyertem másodjára OB-t, továbbra se kaptam olyan szintű megbecsülés, szerintem, amit érdemeltem volna. Nagyon tovább lépni, feljebb lépni, ugye nem tudtam, és akkor mondtam, hogy nekem elég volt, meg keresek valami más, stb. Stb. De aztán jött ott az Adria. Adria után, meg ugye most a Mazovsát, egyiket se kerestem, úgy igazán mind a kettő csak jött. És hát ja, most egy ilyen nekifutás még lesz ezzel a Karcag Cycling Team-mel. De ez is ilyen utolsó pillanatokban jött szóba, ugye az egész csapat az elég későn alakult meg, Stubán Feri azért eléggé későn látott neki, csak egy rögtön gondolatból lett ez az egész csapat, aztán megcsinálta. Ennek kapcsán én még úgy vagyok vele, hogy még egy évet kerékpározom, de hogyha nem ő csinálta volna, meg nem ezekkel a srácokkal csinálta volna, akkor most nem bicikliznék. Visszagondolunk erre az elmúlt 2 évre, tehát 22 Adria, 23 Mazov se. Jó, hogy jött ez a lehetőség, vagy bárcsak ne jött volna? Már így a mai fejeddel. Melyikre gondolsz? Hát akkor menjünk sorba, Adria, 2022. Az jó volt, ez egy nem tudtam békezni vinni azokat a terveket, amiket ugye szerettem volna. Ez ilyen szinten volt egy csalódás, de az életben igencsak közrejátszott az is, hogy a pályaszövetségi kapitány az azon mesterkedett, hogy nekem az életemet legjobban meg tudja keseríteni, szóval az egy elég keserves év volt, mert az a mentális hadviselés, ami nem is tudom, hogy mondjam, a cél keresztjébe lettem állítva, az szerintem nagyon sok ember úgy megtört volna, hogy nemzetiséget is vált, mint ahogy egyébként én is terveztem, csak hogy ne kelljen vele veszekednem, meg ne tudjon velem tovább, hogy mondjam, ne tudjon nekem tovább keresztbe tenni. Én, nekem volt egy nemzetváltás tervbe véve, de aztán ezt átgondoltam, és inkább szeretném továbbra is a hazámat büszkén szolgálni, szóval ez nem jött össze. Ebből kifolyólag nem volt egy jó évem, elég stresszes volt, és aztán jött a Mazovse, azt is egyébként a Feri által jött össze, szóval ő intézte azt is, ő segített ebben. Én nem is tudtam erről, hogy engem oda be akarnak nyomni, be akarnak jutatni, aztán egyszer csak jött az üzenet, hogy felvennének. De hát azért ez is egy kinkeserves év volt, mert ha nem vagy lengyel egy lengyel csapatban, akkor az nem az igazi sajnos. Viszont most, hogy így hallgatlak, azért ezek elég durva szavak. Aki téged ismer, lehet, hogy most magába arra gondol, hogy ilyen filutásos túlzás, vagy... Nem túlzás, ezek tények. Ugye most ezek nagy szavak, de ha visszatérünk erre a pályás dologra, hát tényleg olyan erőket mozgosítottak ellenem, amik nem voltak szépek. A besározástól kezdve minden fegyvertárukba beletettek, szóval hát ja, nem volt egyszerű egyébként ezzel együtt élni, nem volt egyszerű aludni se, szóval durran megkeserítették az életemet, ami miatt tényleg nem el akartam hagyni az országot ilyen szinten. Szóval ez nem kis döntés, és ez nem túlzás. És aki tudja, az tudja, szóval most is ugye volt egy szép poszt a Facebookon, ami alatt nagyon sok komment, meg nagyon sok like jött. Aki azokat olvasta, az tudja, hogy amiket mondok, az most nem túlzás, szóval hogy mondjam, én is kivettem a saját részemet ebből, én is írtam a szövetségnek a saját oldalamat, hogy velem mi történt, és hogy ezt is mérlegeljék, hogyha bármi döntést kéne hozni valamilyen ügybe, hát még nem kaptam rá választ, de hát majd meglátjuk. Ne negatív dolgokról beszéljünk szerintem. Jó, de várjál, azért ezt tegyünk pontot a mondat végére, és most nincs itt a másik oldal, meg nekem nem is tisztem védeni a másik oldal, de a mai fejeddel mit mondasz, hogy Filutás Viktor hibázott valamit? Tehát, hogy te is benne voltál, vagy, mert érted, most nekem akár az is eszembe juthatna, hogy miért pécézték ki szegény Filutás Viktort? Mert kellett az a kerékpár, amin én kerékpároztam, Kellett és ami a másnak? szövetség. Igen. És ez nem is titok, szóval télen ugye visszakérték a szervélómat azzal az indokkal, hogy nevelési szándékkal visszakérik, és az volt a megállapodás ott hivatalosan, hogy a Fegyelembizottság elnökével, aki sportügyvéd, jogi képviselő, stb. Előtte az volt a megállapodás, hogy visszaveszik tőlem a kerékpárt, és majd visszakaphatom, és addig senki nem használhatja. Ehhez képest már pár héttel, nappal, fogalmam sincs mennyi idő után már
ugye köztudott, hogy Bertod már versenyzett fel, és erre ment ki az egész játék, szóval mindig ez van, hogy ez mindig is így volt egyébként, hogy valakit mindig ki kell csinálni, akinek van valamie, és akkor egyszerűbb azt az embert ugye eltiporni, és akkor így felszabadul az eszköze. De az előbb azt a szót használtad, hogy nevelő célzattal visszavesszük a kerékpárját. Igen. Mit kellett Filutási úron nevelni? Hát mit nem? Hát is, aki ismer, az ismer. Aki tudja, az tudja, hogyha valahol igazságtalanság van, vagy kivételezés, vagy nem megfelelő bánásmód. Én, hogyha velem nem megfelelően bántak, akkor én azt jeleztem. Sokan nem. Van, aki lehajtja a fejét, én nem szeretem lehajtani állandóan a fejemet. Sokszor lehajtom, és ez egy idő után felgyülem lett, és hát ebből indult ki az egész, hogy végre kinyitottam a számat, hogy itt valami nem működik jól. És ugye, hogyha valaki kinyitja a száját, ami valakinek nem tetszik, akkor azt a száját be kell ragasztani. Az én számat csúnyán beragasztották, és ugye ezek után bármit mondok, az csak kapálózásnak tűnhet, de egy idő után ez már nem érdekel, szóval elmondhatnak bárminek, én általában az igazat mondtam, és nagyon sok ember kiáll a mellett, hogy nekem van igazam, nem pedig az ellenkező félnek. Jó, én sem vagyok egyébként, én is csinálok hülyeségeket, én nekem is megvannak a saját dolgaim, de nem vagyok bűnöző, hogy kriminológushoz küldjenek engem meg. Hogy hívják, mit kértek tőlem, ilyen... Pszichológus. Hát igen, egy szakvéleményt kértek rólam, hogy alkalmas vagyok-e egyáltalán közösségbe részt venni. Azért ez meredek? Hát az meredek. Ilyet a pszichológus, akihez küldtek, mondta, hogy életében egyszer kellett csinálni, de akkor emberölési ügyről volt szó. Én nem öltem embert. Furcsa dolgokra hatalmazzák fel magukat itthon az emberek, mindenféle következmény nélkül, és ezt ugye mindig a gyengém szívja meg, hát itt én vagyok a gyengébb, csak egy sportoló, hát abból van egy csomó. Csak furcsa, hogy amíg egy Novák Katalint le tudnak mondatni, addig egy szakágvezetőt nem. De hát aki fontos, az fontos. És hol tartunk most? Tehát, hogy te teljesen elengedted a pályát, megutáltatták veled, vagy mondjuk az a szint, hogy fel sem mehetnél mondjuk a velodromba, ha szeretnél? A velodromba felmehetek, mert a Eisenkram Merkár ez biztosított róla, hogy edzhetek ott, mert ő ilyen szempontból engem támogat, mert egy tehetséget azt nem kell eltiporni, nem ez a cél. Szóval, hogyha én szeretnék, akkor felmehetek a kőbányásokkal edzeni, ők szívesen látnak. Szabolcsi Szilvi többször is mondta, hogy ő nagyon szívesen dolgozik velem, hogyha ott vagyok az edzésükön, az nekik nagyon jó motiváció a srácoknak. Voltam velük többször edzeni, és akkor edzőversenyeket rendeztünk, és akkor ugye tét nélkül versenyeztünk egymáson, és jó volt, szóval jó volt látni a fiatalokat, jó volt velük bohóckodni, jó volt velük közösen dolgozni, és többször is hívtak, és szeretnék is menni, szóval fogok is menni. De hát ez nyilván csak azért lehetséges, mert a Eisenkramer Károlynak van e fölött hatalma, szóval szerencsére ő neki van szabad abban, hogy én felmentek a pályára. De ha mondjuk a szövetség döntene, akkor lehet, hogy bezár, Nem, ajtó nem tudom, bezár. nem tudok a, nem, Aha. nem, nem, nem Jó. tudok a szövetség fejével gondolkodni, de nem is szeretnék, mert biztos nagy fejtörést okoznám, hogy ő fejével gondolkodni. Viszont ha jártál a velodromba, akkor látod a fiatalokat, mennyien vagytok? Egyáltalán az, hogy lett ott kőbányán egy pálya, azt te érzed? Tehát többen vannak egy edzésen? Hát igen, nagyon sok kicsit láttam. Így számszerűsíteni nem tudok nyilván, mert ha oda megyek, akkor nem fejszámolást tartok, de most csak az ifi versenyzők, akik a kőbányából ott voltak, azért egy tizen páran fel voltunk állandóan a pályán, és ez az egyik csoport. Van még egy kisebb csoport is, akik konkrétan most akarnak ismerkedni a kerékpározással, ők is sokan vannak. Szóval jönnek, és ezt amúgy jó látni. Meg azt is jól látni egyébként, hogy a ifik élvezik, szóval feljönnek, és nem azért jönnek fel a pályára, mert kötelező, hanem mert egyelőre egy jó buli. És láttuk, hogy nyertek, szóval a bajnokságon sok érmet hoztak, megnyerték a pályabajnokságot, szóval van értelme. Szakvéleményedet kérném a pályáról. Jó, tudom, hogy hideg van, de amúgy milyen szerinted? Mert azért te pár velodromba már jártál Európa szerte. Hát hideg van, télen hideg van, nyáron meleg. Hát egy fűtés elférne, de most én nem láttam költségvetést. Egy fűtés, egy klíma elférne, nekem ez a véleményem, de ez mindig több, mint a semmi. Télen, amikor voltak télen a pályedzések, nagyon sokszor volt az, hogy szakadó eső, vagy havas eső, vagy hó van kint. Abba oda tekersz a pályára, szerencsére nekem nincs messze egy negyed óra kerékpárral,
bent átöltözöl, vannak tényleg ilyen fűtőradiátorok, ilyen elektromos hőkollektorok, Ott bent egy középen pálya? sátorba, persze, egy sátorba, fedett sátorba berakják, és ott a sátorba jó idő van, szóval ott pólóra, gatyára lehet vetkőzni, átöltözöl, átveszed azt a ruhát, amiben edzeni szeretnél a pályán, de akkor is a pályán nincs mínusz, szóval nincs olyan hideg, mint kint. Viszont száraz környezetbe kerékpározol, és gyorsan tudsz kerékpározni télen. Hideg, hideg, de hogyha van hosszú ruhád, akkor nem fázol. Ez minden szempontból egy jó dolog. Nyáron meg az, hogy meleg van, nyáron mindenhol meleg van. Azt mondják, hogy a meleg levegő a leggyorsabb. Hát pálya a világkupán volt, 40 fok a pályán, senki nem problémázott érte. Szóval én örülök, hogy van ez a pálya, mert ez egy jó dolog. És akkor zárjuk le a negatív, meg a pályás részt, akkor téged nem nagyon fogunk válogatottba látni, úgy értelmeztem. Hát nem, mert ugye a válogatási elv hivatalosan az volt, hogy a pályabajnokságon a dobogósok azok fix keret, aztán ehhez képest még a B keretbe se kerültem bele, úgyhogy most mit mondjak erre, hát kakas a szemét dombon, hát nem tudok ezzel mit csinálni. Na, akkor vidámabb témák. Amivel kezdtünk, mégse hagytad abba, Karcag. Te sokkal jobban ismered nálam, de azért a Feri nagy mágus, tehát hogy ő azért csak összeránt egy csapatot, még 2024 elején is, nem? Ő egy varázsló. De fia, neki van egy mondása, láttál már engem csapat nélkül, és ez teljesen igaz, mert amikor én kerékpároztam, volt neki csapata, előtte volt neki csapata, közben volt neki csapata, most is van csapata. Szóval tényleg szerintem soha senki nem látott csapat nélkül. Nála jobban szerintem kevesebben tudnák ezt jól irányítani. Szóval ő tényleg az összes csinyát, bénnyát kenivágja ennek a kerékpáros dolognak. Nem mai kakas, sok mindent látott már, és ez nagyon jó, hogy nem egy kezdő ember akar ugye összehozni egy csapatot, mert csapatot csinálni nem lehetetlen, meg nem is azt mondom, hogy nem is túl bonyolult, de irányítani és jól irányítani, az viszont az. Működtetni már az a nehezebbik része. Mesélj egy picit a projektről. Hányan vagytok? Hát akit követ téged, vagy mondjuk a Karcag Cyclingot nézi Facebookon, láthatta már a ezt a bicókat. De kezdjünk azzal, hogy ki mondjuk a legismer... Jó, hát tudom, Filutás a legismertebb név, de hogy ki az, akiről már hallhattunk? Én azt tudom, hogy mondjuk Bukta ott van nálatok, de mesélj egy picit, hogy hányan és kik? 8-an vagyunk kereken versenyzők. Hát figyelj, akit Akit én ismerhetek. Bukta Olivier, ugye ő a Jottiból jön, ahol tavaly kerékpározott. Nagy Bendegúz Epronexből, Kőbányából, és Kálsiből, és még a hú, talán a Green Ridersből is, nem emlékszem az előző csapataikra a srácoknak, de elég vegyes a társaság, szóval nagyjából senki nem volt a másik csapattársa, a Bendegúz meg a Buktát leszámítva, szóval egy teljesen új, vegyes társaság lesz ez, de nyilván hát ismerik egymást. A fiatalokat annyira nem, mert annyira hosszú időt ugye nem töltöttünk el együtt, de hát most majd lesz az edzőtábor, majd meg tudunk rendesen ismerkedni. Tudom, hogy azért ti nem lesztek párhuzamosan két versenyen, de a 8 fő az nem kevés. Ja, várj, még kifelejtettem a Renko Norbit, aki ugye eddig a Szolnovamóba kerékpározott, Olaszországba, szóval ő is ugye tavaly indult a Hungrin velem válogatott színekbe, szóval őt még azért lehet ismerni. És 8 fő nem kevés, hát erre azt tudom neked mondani, hogy lehetnénk még 4-gyel többen, aztán a legtöbb verseny, azt hiszem 6 főre jönnek a meghívók, most akkor a csapat fele, akkor addig mit csinál? Mert egyszerre sajnos két helyen nem tudunk kerékpározni vagy versenyezni, mert nincs 4 személyautó és két kis busz a bicikliknek, meg nincsen két director, vagy nincsen két-három director, nincsen két-három masször, nincsen két-három szonyőr, nincs két-három segítő, szóval egyelőre ahhoz, hogy ez beinduljon, addig ez bőven elég. Hogyha valaki lebetegszik, akkor még vagyunk heten, hogyha valaki eltöri a lábát, akkor még vagyunk 60, szóval akkor is egy teljes csapat ki tud állni. Valakit megtámadnak a kóborkutyák Törökországba, már mínusz Hát egy. akkor... Igen. Mennyire látod a naptárodat? Első verseny, hány itthoni verseny lesz egyáltalán? Ferinek azért nem titok, vannak kapcsolatai Olaszországba. Tehát, hogy azért a Karcag egy friss csapat, de ahhoz képest minőségi a naptár? Lehet engem minősíteni, meg kaptam egy olyan kommentet is, hogy milyen visszalépés, hogy Conti csapat után klubteambe folytattam. Én erre azt mondanám, hogy ha valaki majd megnézi a
versenyprogramunkat, ami szerintem még nem hivatalos, mert csak nekem küldték el, hogy egyéb versenyekkel össze tudjam egyeztetni. Elég sok versenyünk lesz, legtöbb verseny, amin részt fogunk venni. Azok, amin eddig konti csapatokkal indultam, szóval a versenyzési szint az nem változik. Az, hogy most a csapat az club team, vagy kontinentális csapat, az ilyen szempontból nem releváns. A versenyek azok ugyanazok. Nem fogok neked pontos számot mondani, hogy hány versenyről van meghívónk, de jó kalendárunk van. Szerintem még nem hivatalos, ezért nem akarok mindent elárulni, de most lesz egy edzőtáborunk. 20-ától 7-ig fog tartani, ez február 20-tól március 7-ig. Lesz Olaszországban verseny, amin a fiatalok tudnak indulni, ott fognak versenyezni Olaszországban. Én addig a buktával elmegyek edzeni, mert mi kicsúszunk a életkorból, mert túl öregek vagyunk ahhoz, hogy ezeken az olasz dilettanti versenyen tudjunk indulni, de a srácok, a többiek azok el tudnak, szerencsére szóval ott 6 fő már ki tud állni. Komplett csapatot Olaszországban már tud majd versenyezni. Lesz Magyarországon utána 9-én a Kajdas nagydíj, arra megyünk. Remélem ezzel nem okozok senkinek problémát, hogy ezt elárulom. Oda fogunk menni, és utána pedig Szlovéniába folytatjuk a versenyzést, ott is több napot fogunk versenyezni, szóval ez most a márciusi program, hogy hazajövünk, aztán Kajdacs, és utána meg megyünk Szlovéniába, oda egy nem több mint egy hetet ott leszünk. Tehát akkor röviden, tömören, ahhoz képest, hogy most ezt idézőjelbe értse mindenki, csak karcag, tök jó a versenynaptár. Hát eléggé tele van, jól néz ki egyébként. Oké. Két oldalas versenyprogram az nem rossz. Meg hogyha emellé bejönnek válogatott versenyek, amire valamiket elviszik, akkor az meg az plusz az ajándék. Mesélj egy picit, milyen kerékpárral mentek, milyenek a kiegészítők, milyen mezbe például. A kerékpár az Olmo kerékpárral fogunk menni. A bukó szemüveg szokás szerint Rudy Project, hiszen a Feri már 100 éve csak Rudy Projecttel megy. Kiegészítők, hogy most pontosan mivel van szerelve a kerékpár, az Shimano-val, tárcsafékes bicikli. A ruházat az Gesu, cipőszponzorunk szerintem nincsen, az mindenki abba megy, amibe szeretne, de ez normális. Táplálék kiegészítők, gyanánt a Feripon most szerintem ma vagy tegnap, erre sem emlékszem már, hogy mikor beszéltük, egy jó táplálék kiegészítőt talált, mesélt, hogy milyen kolumbiai kávés energiaszeleteket fog hozni az edzőtáborba, szóval azokat majd várom. Ha már a parti szeleteket szeretem, a kávés szeleteit, akkor biztos, hogy ez is jó lesz. És egyelőre ennyi, hogy a kis buszunk ugye az már készen van, személyautó megvan, mi kell még? Magángép, magánrepülő, az még nincs meg. De lesz az is, azt hallottam. Egyébként, ha el akarnánk helyezni ezt az... Várjál, figyelj, onnan kezdem. Mennyit mentél ezzel az Olmóval kb. Eddig edzésen? Mégsem ennyit, még nem vettük át őket. A csapatból ketten vannak kint jelenleg Olaszországban, akik ott edzőtáboroznak, ők megkapták, pedig majd 20-án fogjuk őket átvenni, amikor kimegyünk Olaszországba. Mert jelenleg Olaszországban az összes kerékpár készen várva, hogy megkapjuk őket, és akkor úgy fogunk kiutazni, hogy kerékpár minden nélkül, és akkor Olaszországba felveszik a kerékpárokat, és már aznap el lehet velük menni kerékpározni, mert már készen vannak, csak ugye még csak azt tudta átvenni, aki Olaszországba lettek szervezve edzőtáborozni. Vendegúz meg a Norbi, nekik van már meg a bicójuk, de eddig semmi negatívot nem mondtak rá, hát szeretik őket. Jó, hát meg ha mondjuk nem szeretnék, akkor sincs más. Hát ez van. Jó, de igazából az eredeti kérdésem az úgy hangzott volna, hogy mondjuk az idei, az Adriás, esetleg a Jottis Bicóthoz képest milyen, de hát akkor majd később nyilatkozol. A Norbit kérdeztem én, és negatív tapasztalata nem volt róla. Meg ugye ilyen biciklikkel mentek a szolnokmosok, és ők is szerették, onnan is pár srácról beszéltem, hogy egyébként milyen a bicó, és mondták, hogy jó. Most rosszat nem tudnak rámondani. A Norbi biciklét még a Hongrin nézegettem is, de a kerekekkel, amikkel mi is fogunk menni, hogy egy diszkes biciklihez képest relatív könnyű, szóval az én Guercsotikhoz képest sokkal könnyebb volt az ő bringája, úgyhogy nekem is szingós kerék, stb. Mind a kettő a maga szintjének top kerékpár, de az övé így valamennyivel azért sok könnyebb volt, szóval ez egy pozitívum. Apró érdekesség, hogy képzeljék el a hallgatók, ilyen szinten például van olyan, hogy fizetés, tehát ebből te meg tudsz élni, esetleg prémiumokra mentek, hogy kell ezt elképzelni? Hát, ez egy amatőr csapat, nem a fizetésért kerékpározunk, hanem azért, hogy ha mondjuk sikeres lesz a csapat, akkor jó reklámmal és jó menedzsmenttel mondjuk jövőre
mi is tudjunk szintet lépni akár, az is jó lenne. Szóval most ez nem a meggazdagodásra épül ez a csapat, meg nem az Ineos költségvetésére. Mondom, nem arra fog ez most kimenni a játék, hogy mindenki a szezon végén elmegy Monakóba, és akkor kaszinózunk majd. Itt arra megy a játék, hogy bebiztosítsuk a helyünket arra, hogy legyen jövő. Jó, értem, akkor inkább Walter úrtól kérjek kölcsön. Hát tőlem semmiképp. Ha meg nem adod vissza, akkor az nagyon pórul jársz. Látod, milyen kellemetlen? Régi, régi, sok, sok jó kapcsolatom van ilyen szempontból. Törleszthetném podcastekbe. Na figyelj, hol hívtalak én most téged föl? Jelenleg Okulcsárába tartózkodom, Ami Törökország. Törökországba. Igen. Ez egy ilyen Így a, magánedzőtábor? az magánakció. Nem szeretek télen kerékpározni, és már jó ideje nem is kellett szerencsére, szóval most nem akartam szakítani a hagyománnyal. Több opcióm is lett volna, de ez lett a legkedvezőbb, de egyedül jöttem ki, de ez a hely, ahol vagyok, itt negyedjére vagyok már ebbe a hotelbe. Voltunk itt Pannonnal, voltam itt a Jottival, és most vagyok itt egyedül, vagyis úgy egyedül, hogy velem van a nem barátnőm, most már a mennyasszonyom. Innen is gratulálnék. Köszi, de most ketten jöttünk ki, hogy ne unatkozzon otthon egyedül, és igen, ez egy magánakció, itt hivatalos papírok, azok 35 euró per nap, all inclusive étteremmel, szóval napi három étkezés, nem is napi három étkezés, mert napi három főétkezés, és mellette van késői reggeli, késői ebéd, meg késői vacsora, meg van snackbar, kávéval, sütikkel, nagyon sok, nagyon jó süti van, sajnos, ez egy plusz kilóval is megyek haza jelenleg, mert nagyon sok jó kis sütike volt, és nem tudtam megállni neki, hogyha már ingyen van. Pával, szaunával, konditeremmel, külön görgőzős szobával, szóval ez egy külön kerékpárosoknak egy ilyen edzőközpont szerűségnek is lehet mondani, mert ugye a Mustafa Kemal csinálja ezt a szállodát, és ő ugye versenyeket is szervezett, és akkor itt az ilyen keleti blokk az mindig itt edzőtáborozik, oroszok, ukránok, nagyon sokat jöttek még annak, amikor versenyek voltak, akkor lengyelek, hát az összes ilyen keleti, hát mi is jöttünk, olaszok voltak, Bárdiáni volt itt sokat, kazak válogatott az Asztanától kezdve, nem a World Tour, hanem a Pontinak a devójuk, és most is itt van egy csomó orosz, ukrán, nem is tudom még, hogy milyen nemzetiségek vannak itt jelenleg, szóval van kivel elmenni edzeni. Sokan vannak itt Törökország környéken egyébként csapatokkal edzőtáborozni, szóval mindig találkozok valakikkel. És hogy képzeljük el ezt az Okulcsarát olyan szempontból, hogy kerékpár, tehát hogy domborzati viszonyok, kóborkutyák? Miből van több? domborzatból. Nyilván nézetméterbe számoljuk, akkor domborzatból. Ma felment arra a dombra, ami 1000 méter környéke szerintem a teteje. Nem mentem fel a tetejéig, de oda csináltuk mindig az FTP teszteket, például a Pannonnal is. Itt voltunk annó, nagyon síkot csak akkor tudsz menni, hogyha ezen, van itt egy gyors forgalmi út, van itt, ami vezet bárhova, és arról tudsz lekanyarodni, vagy hegyre, vagy a tengerpartra, szóval egy egyenes út van, ami nem tudom hány száz kilométer, ami nem mindenhol érdemes menni, mert alapból ugye török közlekedés, hát olyan autókkal közlekednek itt, amit Európában rakétával lőnének ki a forgalomból, hogy ez itt tilos, de így is egyébként kétszer-három sávos ez az út. Van, ahol a maximum megengedett sebesség az 70, de van, ahol meg 110, és hogyha oda felmész kerékpárral, ami nem tilos, akkor téged egyébként nagy évbe kikerülnek az autók, ellenben mondjuk a 10 éves gyerekekkel, akik az összetákolt minimum 120 köbcentis motorjukkal bukó nélkül papucsba széleznek le, azok veszélyesek azok a gyerekek, de egyébként még a kamion is, amikor ő mehet 110-zel, te felmész a külső sávba, és egyébként nagy évbe kikerül, még csak nem is az, hogy kikerül, nem is abban a sávba közlekedik, nem is a, nem tudom, hogy miért van ez náluk ez a közlekedési berögződés, de egyébként ők a külső sávot ilyen szempontból ők ilyen leálló sávnak tekintik, ott nem közlekednek. Szóval ott van egy sávot kerékpároz, akár vagy lassú mopeddel, vagy egy lassú autóval, vagy egy szekérrel, vagy egy riksával felmenni. Ott nem vagy veszélyben, mert nem használják a külső sávot. Szóval két belső sávban szoktak közlekedni az autók, meg a kamionok, a buszok, minden. Meg ugye itt is úgy van, hogy ha leintesz egy buszt, akkor
akkor az megáll, és az csak ott tud megállni. Ezért, hogy ne legyen karambol, így egyébként így el is kerüljük, mert a busz az akármikor megállhat, meg akármikor lekanyarodhat. Igazából veszélyes is, ilyen szempontból veszélyes, mert csak elmegy mellett egy 110-el egy autó, de ott van a másik oldal, hogy egyébként nem használják azt a részt. Ha meg dombra akarsz menni, akkor erről az útról csak lekanyarodsz, és ott meg már csak dombok vannak. Szóval ez pont az a rész, ahol van a tengerpart, és a tengerpartot elválasztják a hegyek, a nem tudom, mert nem tudom, mi van a hegy túloldán, de még nem jutottam el. Mi alapján edzel? Évek és a rutin, vagy valaki írja neked? Hát most évek is a rutin. Most azon vagyok, hogy egy kicsit összeszedjem magamat, mert ugye nem volt terve, hogy most idén is kerékpározzak, mondjuk ez már szokásos. Akkor is nem volt terve, ugye kint voltam Oroszországban, ott nem tudtam biciklizni, mert derékig érő hó volt, akkor nem lett kerékpározni, biciklit nem is vittem, nem is volt terve, hogy egy biciklit. Szóval volt egy hosszabb leállásom, majdnem 2 hónapig nem bicikliztem, de ez csak jót tett ennek az egésznek. Közben nem is hiányzott. Szóval most a visszatérésemre koncentráltam idáig, mert most viszont ugye megyünk edzőtáborozni közösen, ott már nincs idő alibizni, meg nincs, nem lesz lehetőség arra, hogy majd azt mondjam, hogy de hát most én csak lazát akarok menni, mert ott közösen el fogunk menni edzeni. Ott azt kell csinálni, amit mond a főnök, szóval innentől megszűnik a háva és dizsi, innentől kezdődik a meló ezerrel. Teljesen komolyan kérdezem, ha nem jön ez a karcagi lehetőség, mi lett volna veled? Tehát mit csináltál volna 24-ben? Meló? Ilyeneken gondolkoztál már? Hát többször is mondtam már, hogy elmegyek dolgozni, hát ezen nem akartam soha dolgozni, de egyre öregebb vagyok, és egyre jobban belátom, hogy ez nem így működik, hogyha valamit nem akarsz, akkor azt tényleg nem is kell csinálnod. Szóval, ja, hát találtam volna valamit nyilván, amíg kint voltunk, akkor nekem jött szóba egyébként Oroszországba is munka lehetőségem, szóval haza se kellett volna akár jönnöm. Tudtam volna ott kint De mi, Oroszországba. mentél volna ügynöknek, vagy mi? Hát nem ügynöknek, mert most mit ügynökösködjek? Házoló ügynöknek mentem volna, de simán kimaradhattunk volna a barátnőmmel egyébként ott, mert lakás lett volna, lakni lehetett volna, ahol melót azt tudtak volna nekem a szülei szerezni elég könnyen, sőt mondták is, hogy egyszer csak hazajött az anyuka, és mondta, hogy egyébként, hogyha akarok, akkor vegyem fel ezzel a kapcsolatot, mert hogy ő ma beszélt vele, és simán munkát tudnának nekem ajánlani. Na jó, de mi lett volna a meló? Ez most tényleg érdekel. Több meló is lehetett volna, mehettem volna egy edzőközpontba, hát nem is az, hogy segédedzőnek, hanem edzőnek mehettem volna, ott triatlonosokat, meg kerékpárosokat edzhettem volna, adhattam volna edzéstanácsokat, spinning edzéseket tarthattam volna, viccesebb része az, lehettem volna traktoros, akinek csak télen kell dolgozni a havat tolni, és azzal olyan szinten jól lehet keresni, hogyha csak télen 3 hónapot dolgozol akár, akkor abban az egész évben utána nagyon jól el vagy, mert ott egy ilyen hótoló traktoros az elég jól keres, mert jó sok havuk van. Hú, a harmadik mi is? Arra már nem is emlékszem, hogy mi lehetett volna a harmadik. A lényeg az, hogy traktorozni egyébként marha jó. Ezt Kuszti is mondta már egyébként szerintem pár évvel ezelőtt, hogy ő simán lenne földműves traktort, ő szeretne vezetni. Szerintem ezt pont ő mondta, és tényleg jó buli, mert a barátnőméknek van traktorik, és tényleg jó buli. Nem ez lett a... Nem, most még nem az volt a... Nem éreztem, hogy most még traktorosnak kéne már most álljak, szóval hazajöttem még kerékpárosnak lenni egy kicsit. Ilyen melóhoz kint nem kell nyelvtudás? Nem. Azt mondták, hogy az egy plusz egyébként, hogy nem beszélek oroszul, mert ezzel még jobb a körítés, hogy hát külföldi, angolul tudtok vele beszélni, de ez egy még egy ilyen, hogy neki, ó, Európából jött, hát az nagyon jó dolog, az egy extra, hogyha valaki ott Európából jön egyébként, jó reklám is, és még örültek is neki, hogy hát nem orosz, hát az tök jó, mert oroszból van egy csomó, de hát európaiból nincs. Visszatérve arra, hogyha nem lett volna karcag, amíg kint voltunk Oroszországban, addig kaptam 4 helyről meghívott. Úgyhogy nem kerestem őket, hanem a csapatok megkerestek engem, hogy szeretnék el hozzájuk csatlakozni. Ebben benne volt még egy plusz egynek, benne volt még a Jotti is, a régi csapat között felkeresett, de neki mondtam, hogy nem köszönöm. Most egyenlőre nem az a prioritás, hogy most biciklizzek még, akár így is, vagy akár sehogy, de viszont oda sikerült betenni a fehérvári Marcit magam helyett. Neki ugye nem volt csapata, és akkor jövőre kellett volna neki csapat, hogy oda sikerült elintézni.
Időközben oda még a Feri be tudott tenni két ember NDH-ból, aminek a utánpótlás csapata az megszűnt sajnos. Most lesz ott is három magyar, lett volna hely, hová menjek, de nem akartam. Kínába hívta, oda is jó lett volna oda. Eddie Grosua, aki mozgási volt a csapatás, oda szerettem volna, hogy menjek vele, de ott jó pénzt adtak volna, meg jó prémiumokat, de még arra is azt mondtam, hogy nagyon meggondolom, de aztán abból se lett semmi, mert hogy őszinte legyek, igazából a hangulatért jöttem haza, mert ez hiányzott már nagyon régóta. Évek óta hiányzik az, hogy tényleg, hogyha leülünk, tudod, a csapattal vacsorázni, ha mondasz valami vicceset, akkor az a poén az üssön, mert megértik. A saját nyelvén mindenki vicces. Mindenki tud viccet mesélni a saját nyelvén, de hogyha valaki mondjuk nem érti, akkor az nem fog rajta nevetni. Ezáltal nem is lesz soha olyan jó hangulat egy csapatban, ami nagyon kevert, és mondjuk nem olyan jó mindenkinek a nyelvtudása, szóval ilyen szempontból én remélem nagyon elemembe leszek ebbe a karcokba, mert a pannonba is azért mindenkinek állandóan izomlázó volt a nevetésről, mert mindig jó hangulat volt, és egy, mondjuk egy teljesen magyar csapatban, oké, nem kell teljesen magyarnak lennie, mert lehet pár külföldi, az nem szoroz, de mindenki jobban érzi magát a saját környezetébe, a saját nyelvén beszélgetve, szóval én most ezt a csapatot ezt csak azért választottam, hogy végre nekem jó legyen, hogy végre meg jól érezzem magamat, mint kerékpáros, nem pedig távol a otthonomtól, meg a honfitársaimtól. Szóval ez most már tényleg csak azért biciklizés, hogy jól érezzem magamat, hogy végre megint azt csináljam, ami miatt szeretek biciklizni, hogy úgy üljek fel, hogy motivált vagyok, mert jó hangulat, jó a társaság. Apropó nevetés, jól emlékszem arra a sztorira, de most szerintem a részletekben nem menjünk bele, hogy Fetter úr kifejezetten szeretett nevetni, nem? Te tudod, hogy mire utalok. Fetter úrral nagyon sok jó sztori volt, ami... Igen, és ezt remélem, hogyha meghallgatja, akkor ő is fogja tudni. Hát Eriket megnevettetni, az mindig egy, hogy mondjam, egy nagyon rossz dolog volt az ő szempontjából nézve. Mert nagyon nevetett. Hát, igen, mert nagyon nevetett. És ez hiányzik, tudod, amikor nem kell erőltetni valamit, hanem tényleg itt lesz a Olivier haverom, akivel, hogy mondjam, ez milyen jó cimborák vagyunk. Hát minden évben lassan már ez minden év lesz, hogy lemegyünk például Balatonra a nyaralóikba edzőtáborozni, mert az egy plusz extra buli az évben, hogy ketten lemegyünk a körköd, mert el lehet lenni, el lehet ökörködni, és ez hiányzik. Hogy mondjuk itthon el akarok menni edzeni, akkor el tudok menni itt a csapattársaimmal edzeni, nem pedig össze, oké, elmegyek szívesen bárki másra is edzeni, elmegyek a Marcival is elmegyünk edzeni, elmegyek az Erikkel is elmegyek edzeni. Ati, hogyha hazajön, az is egy tök jó, mert el tudunk menni végre együtt edzeni. Hogyha elmész a csapatoddal ketten, hárman, négyen edzeni, az mégis csak egy plusz. Szóval ez egy jó dolog, ami nekem hiányzott évek óta hiányzott, hogy legyen egy ilyen. És most van. Pilu, a végére ilyen kultúrpercek rovat. Tudom, hogy most itt órákat tudnám mesélni. Aki követ téged Instán, lát, hogy október végétől kim voltatok másfél hónapot, ugye a barátnőd, most már mennyasszonyod miatt Oroszországban, aki Moszkvából származik, ugye? Igen. Az egyszerű kérdés az úgy szól, hogy milyen volt most pont ebben a helyzetben magyarként Oroszországban lenni? Jó, hát mondjuk miatta azért jobb helyzetben voltál, mint ha csak sima turista lettél volna. Hát nagyon sok barátja van Sasanak, de senki ne gondolja, hogy férfi, a Sasa az unisex név, a becézés az Alexandrának, szóval azért hívom Sasanak, mert ez a neve, így hívja mindenki, de nyugodjon meg mindenki, hogy nőnemű. A Sasanak mehet, hogy népszerű lány, sok barátja van, és egyébként a mikorunkbelieknek a hozzáállása például a mostani helyzethez pozitív, szóval az, hogy most háború van, azt senki nem Szereti, örül neki? szeretne, senki nem, ez nem jó nekik. Igazából egész visszhangja az, hogy Oroszországban ennek az egész helyzetnek, akik ezt szupportálják, azok maxima az öregek, akik mondjuk a második világháborút megélték. Szóval ez a idősebb réteg, az támogatja, de ott sem mindenki. Itt a ő családjában is ez egy megosztó téma, és nem is beszélnek róla. Erről a helyzetről ők egyáltalán nem beszélnek. Szóval oké, nálunk feljött a politika, de én is nagyon jó politikus, én mindig csak annyit mondtam, hogy én nem értek a politikához, nem is akarok érteni hozzá, szóval engem ne kérdezzetek, mert én nem akarok erről beszélni. Jó, nyilván belekeveredtünk párszor egy ilyen politikai kérdésekbe, de ezekből általában mindig megmentett szerencsére a barátnőm. Na jó, de hogy képzeljem el, ti most összejöttök, 26, 27, 28 éves fiatalok, egy sör mellett egy
vodka mellett, és ők beszélnek neked őszintén egy külföldinek, akit akkor látnak először? Második nap, hogy ott voltunk, egy szülinapra voltunk meghívva, és ott például majdnem mindenki jól beszél angolul, szóval tanulják az angolt, stb. Van, aki nem beszél angolul, de az se zavarja, mert ahogy mondod, egy-két sör, egy-két vodka, egy-két után mindenkinek megered a nyelve. Volt, aki, ugye senki nem, engem nem ismert ott senki. Én úgy néztek rám először, mint a majomra az állatkertbe, szóval csodálkozva néztek, bármit csináltam, bármit mondtam, tátott szájat, várták, hogy mi lesz, tudod, ilyen. Mondom, és furán mondtam is nekik, hogy mindenki nyugodjon meg, mondom, ugyanolyan vagyok, mint ti, csak nem beszélek oroszul, és akkor jót nevettek rajta. De hogy volt, aki egyébként azt tette, hogy nem beszél angolul, és mondta is neki a Sasa, hogy de ne szórakozzál már, hát együtt jártunk iskolába, tudom, hogy tudsz angolul, nem, ő csak oroszul beszél, ne haragudjak, hogy csak oroszul beszél, és akkor neki például a bizalmát azzal nyertem el, hogy kihívott vodkaívó párbajra, ez azt jelenti, hogy háromszor kell egymás után lehúzni egy pohár vodkát, és neki sikerült, nekem például nem, de mondta, hogy azért, mert megpróbáltam, ezért elárulja nekem, hogy egyébként jól beszél angol, mondom, tudom, hogy jól beszélsz, hát mondom, tetteted magadat, hát és akkor kérdezem, hogy de miért csinálta ezt, hogy miért tetted azt, hogy nem beszél, és mondta, hogy azért van egy fajta bizonytalansága Bizalmatlanság talán. külföldiek, igen, bocsánat, bizalmatlanság, ez a helyes szó, ezt nem találtam meg, bizalmatlanság a külföldiekkel kapcsolatban, és ez akkor is látszott, amikor például elmentünk lövészetre, az apukája tud lőni a Szesanak, ő volt katona, vadászik, stb. Vannak nagyon-nagyon szép fegyverei otthon, és mentünk lőtérre lőni, és ott egy kiképzésre indult az egész, oroszul tartottak egy kiképzés, mint ha katonák lennénk, és utána kezdődött a lövészet, és ennek a felügyelője az oktatója, ő az orosz különleges erőknél volt, és a háború előtti ő az amerikai különleges erőket képezte ki egyébként, szóval egy elég komoly fickóról van szó. Eléggé képzett, ő például jól beszél emiatt angolul is. Akkor, amikor mi lőttünk, ő odajött hozzám, és akkor mondta, hogy akkor most parancsszóra csináljam, amit mond. Ugye jöttek a lövészetek, hogy ezt a célt, azt a célt, legugolsz, felállsz, most sorozatot lősz, sorozatot nem tudtunk lőni, mert ezek mind félautomata fegyverek, szóval akkor tudsz sorozatot lőni, hogyha eltalad a ritmust, és ugye gyorsan húzod a ravaszt a jó ütembe. Akkor ezt is csináltam, mintha tényleg így, mintha rendszeresen lőnék, ugye úgy csináltam a feladatokat, akkor mondta, hogy akkor most a hosszú célpontokat lőjem, 3 és 400 meg 500 méteres célok is voltak, azokat is eltaláltam, és utána miután kifogyott a tár, mondta, hogy akkor tegyem le a fegyvert, letettem a fegyvert, és odafordult a posomhoz megkérdezni, hogy mennyire bízik bennem, mert hogy nem vagyok-e véletlenül NATO-s. Ez nem volt annyira vicces egyébként, de hát ilyen van. Hát, tehát magyarul jól lőttél, aztán feltűnt neki. Igen. Hát meg például volt, hogy mondta, hogy akkor legugolni, azt nem úgy googoltam le, mint az oroszok, hogy páros lábbal googolnak le, nem úgy googoltam le, mint a NATO-sok, hogy egyik érdem fent, a másik lenne a földön. Ez egy tipikus ilyen NATO-s mozdulat, és ugye a lövöldözés játékok elvitték a fél életemet, az is, hogy mindig úgy gondolok le, hogy a játékban egy ilyen berögződés volt, nem pedig egy ilyen tervezett dolog, ugye. Utána már, mikor tisztáztuk a helyzetet, utána már személyesen hívott vissza minket a lövészgyakorlatra. Már sokféle fegyverrel lőttem, ki ismer, azt tudja, hogy imádom a fitubeket, ezért is mondtam, hogy ne kérjél kölcsön, vagy ha kölcsön kérsz, akkor fizess. Nagyon sok mindent tudnék még kérdezni, egy valamit fogok, hogy mennyire legenda ez a orosz fiatalokról, hogy nagyon súlyosan tudnak inni. Te ezt láttad? Szemtanúja voltál, netem? Amikor mondom, ez az első este, hogy kimentünk, akkor ott csúnyán fogyasztották a beluga vodkát. Én nem, meg se próbáltam velük tartani az iramot, mert tényleg ezek állatok. Nem viccelek, ezek tényleg úgy isznak, mint az oroszok. Az ő szülei például egyáltalán nem is fogyasztanak alkoholt, de ez csak pozitívum volt, mert nem vittek engem kísértésbe minden nap otthon. Én így inni embert még nem láttam, mint őket. Mint a vizet? Hát rosszabb, mert én vízből nem tudok meginni annyit, mint mennyiből ők vodkát. Elképesztő. Szásának ott kim volt egy szülinapja, ott tartottuk meg a szülinapját, ott például ott úgy voltam vele, hogy tudjátok mi, na most próbáljuk meg, hogy most akkor én kérdezem meg majd mindig, hogy ki akar inni. Nem bírtam sokáig. Ők viszont igen. Azért csúnyán leitták magukat, de
Szerencsére ilyenkor mindig úgy voltam bele, hogy én ezt meg se próbálom inkább így csinálni, mint ők. Jó, tehát akkor legenda Nem, igaz. nem, nem. Igen, de sok trükkük van, hogy tudjanak sokat inni. Ilyen házi praktikák, tudod, hogy igyál olajat, meg ilyenek. Most én a fáradtságot nem menném arra, hogy megígyak egy pohár olajat csak azért, hogy egész este vedelhessek, mert ez szerintem nonsens, de hát, hogyha nekik ez jó, akkor ők csinálják, hát én nem akarok ebbe így versenyezni, mert ez nagyon kemény. Zárjunk egy szakmai kérdéssel. Arra látsz esélyt, hogyha jól mész a tavasz során, akkor esetleg a válogatott színeiben Tour de Hongrit menj? Fél esélyt látok rá. Én szeretnék indulni, mert mindenki tudja, hogy szeretem a Hongrit, közel áll hozzám. Háromszor indultam rajta a bajnoki trikóba, ami szerintem rekord. 2015 óta, amióta újra van Hongri, szerintem én vagyok a legtöbbet rajtolt magyar. Nem vagyok benne biztos, szóval, hogyha valaki akar, akkor nyugodtan javítson ki. Ez csak hasamra ütöttem, de szerintem így van. Mindenki tudja, hogy szeretem képviselni a hazámat. Jó a Zsoltékkal együtt dolgozni. Mindig jó velük a hangulat szerencsére. Szóval, hogyha lenne Hongri, annak örülnék. Meg ugye nyilván hát láthat a családom itthon versenyezni, az nagyon jó az ajándék, hát ezért csinálom az egészet. Ha lenne Hungary, engem beválogatnának, én hálás lennék érte, örülnék neki. Ha nem, akkor meg majd versenyzem máshol, erre csak ezt tudom mondani. Oké, Filu, sok sikert tényleg, remélem lesz egy eredményes szezonod. Aztán majd, ha jönnek az eredmények, vagy esetleg Tour de Hongrie kerettagság, úgy is beszélünk. Köszi szépen, hogy hívhattalak, vigyázz magadra, szia Filu! Én köszönöm szépen mindenkinek.